Kedves vendégeink, szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött meghívásunkra a Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának élő folyóirat estjére. Az ötödik évfolyam első előadása lesz a mai. Minden évben általában hat olyan rendezvényünk van, amely itt a műcsarnokban az élő folyóirat estek keretében zajlik, és a célkitűzésünk a kezdetektől fogva, hogy mindent, ami messze van a centrumtól, azt igyekezzünk a centrumba hozni, felhívni rá a figyelmet ezeknek az esteknek a segítségével is. És az a tapasztalatom, hogy bizonyos szempontból akármilyen kicsiny és szerény is a mi hatáskörünk, sikerül is fölhívni a figyelmét ennek a nagy világvárosnak, azokra a talán tőle messzebb fekvő szellemi közösségekre, vagy a kevésbé ismert szellemi közösségekre, amelyek azért megérdemelnék a figyelmet. Itt most a messzebb fekvő az nem csak szellemi értelemben jelenti a centrumtól való távolságot, hanem meghívtuk ide a Székelyföld folyóiratot 800 km távolságból, meghívtuk a délvidéki Horgoson működő Aracs folyóiratot, meghívtunk sok alkotót felvidékről, Erdélyből, könyvbemutatókra és más hasonló jellegű estekre, rendezvényekre. Most a mai este is egy különleges szellemi értéknek a felfedezése jegyében zajlik. Mandics György, aki évtizedek óta mondhatni már foglalkozik a rovásírás megfejtésével, székely rovásírás, magyar rovásírás, úgy is mondhatjuk, megfejtésével, illetve hát nem neki kell megfejteni, hanem az ilyen írással megőrzött tartalmak ismertétételével. Tehát egy nagyon kevéssé manapság, kevéssé ismert, sőt el is utasított szegmense ez a magyar kultúrtörténetnek, holott nagyon sok régi kincsünket, információkat, művészeti alkotásokat, mint ma este hallani fogjuk, verseket, őriz ez a hajdani mindennapos használatban szereplő írásmód, és ő megérdemelné, hogy az úgynevezett tudományos világ is elfogadja, elismerje, és foglalkozzék vele, és foglalkozzék mindazzal, amit rejtenek ezek a feljegyzések, fontos dolgokat, mint hallani fogjuk. Tehát a mai este előadója Mandics György, író, újságíró, kultúrtörténész, rovásírás, kutató, szakértő. Az asztal szinte elborítják azok a művek, amelyeket az ő neve fémjelez. És korábban egyébként Erdélyben, erdélyi származású, Erdélyben, mint szifi író is, mint költő is nagyon ismert és népszerű volt. Ilyen a világ, bár kicsi, és közel vagyunk egymáshoz, keveset tudunk egymásról, de épp ma mesélte egy erdélyi irodalmár, hogy 50 000-es példányszámok fogytak el az ő tudományos, fantasztikus regényeiből. A neve nagyon ismert és nagyon népszerű volt a 80-as évek erdélyi olvasói körében, fiataljai körében is. Tehát Mandics György fogja most elmondani mindazt, amit a kora-középkori magyar versről, a rovásírásos anyagok faggatása közben megtudott, megismert. Ezt teszi majd számunkra is ismerté, elérhetővé. Az est házigazdája Csisztai Gizella lesz, aki polonista, azaz a lengyel nyelv és irodalom szakértője, egyszer s mind irodalomtörténész és műfordító is. Ő lesz, aki és felesége Mandics Györgynek, ő lesz a mai este házigazdája és műsorvezetője. Közreműködik majd Záhonyi András is, aki szerzőtársa bizonyos könyvek esetében Mandics Györgynek, és aki a technikai segítséget jelenti majd a kivetítő és egyéb hát ilyen hangzóanyagok megismertetése során. Bemutatnám a közreműködő vendégeinket is. Jegercsik Csaba színművész fogja számunkra felidézni a
a rovásírásban megőrzött több száz éves, ugye szinte azt mondhatjuk, hogy fél évezredes szövegeket, illetve Csonka Boglárka és Major Robert zenei közreműködésére is számíthatunk. Köszönöm szépen a figyelmüket, és akkor most át is ad, felkérném Mandics Györgyöt, Csisztai Gizellát, Záhonyi Andrást, fáradjanak a pódiumra, és át is adnám a szót Gizellának. Szeretettel köszöntjük a megjelenteket. Mandis György temesvári író, 15 éve él Budapesten. Szülővárosában matematika-fizika szakot végzett, majd középiskolai tanárként, majd évtizedeki kiadói szerkesztőként dolgozott a Nemzetiségi Fáklya Kiadó magyar szekciójában. Egy igazi erdélyi magyar polihisztor, vagy 70 könyve jelent meg 67-től 2019-ig, ebből 10-et románul írt. Mert ilyen könyveket írt, ilyen tanulmányokat például, hogy Afrika néprajza. Minden műfajba alkotott verses kötetei, regényei, eszékkötetei, írástörténeti tanulmányai jelentek meg. 1977-ben eszékkötetéért megkapta a legrangosabb romániai irodalmi állami díjat, és hát azóta jó párszor kitüntették. Feleségével, a fiatalon elhunyt M. Veres Zsuzsannával írt szifi regényei 100 000 példányban fogytak el a 80-as években, hogy Kati említette, mert a Ceausescu rezsim gúnyrajzaiként olvasták az olvasók. 89-ben a temesvári forradalom részvevője és krónikása, 3 kötetes trilógiája, a temesvári Golgota, 91-ben jelent meg a Szépirodalmi Kiadó, az Interárt és a Püski Kiadó, tehát 3 kiadó gondozásában. Ezt a 20 éves évfordulóra újraírta, és 2009-ben az Irodalmi Jelen adta ki Manipulált forradalom címmel. Ez a regénye németül és lengyelül is megjelent. A 90-es évek elején megszűnt a Magyar Temesvári Kiadó, magyar író, újságíró számára nem igen maradt állás lehetőség Temesváron, csak úgy érzékeltessem a témát, a Temesvári Magyar Színház időnként 20 ember előtt játszik. Egy magyarországi barátja hívta át, a lényegében állás nélkül maradt írót, az újonnan induló első közép-európai kulturális tévéhez, az Alfa TV-hez főszerkesztőnek, majd ennek megszűnte után nyugdíjig a Bolyai Tehetséggondozó tanára volt Budapesten. 2007 óta adja ki a rováskutatással foglalkozó munkáit, na meg versfordításokat is, mert német, lengyel, orosz, román költőket fordít. Még 1981-ben jelent meg Temesváron a Rejtélyes Írások című munkája. Ekkor kereste őt meg Tar Mihály dédunokája, és átadta neki Tar Mihály hagyatékát. Tar Mihály rovásíró volt, aki a Fadrusz János által a 19. század, 20. század fordulóján elkészített zilagi tuhutum, töhötöm szoborhoz készítette a rovás feliratot, s akit Fadrusszal együtt meghurcoltak a rovásírásos szobor miatt, és Fadrusz valóban gyanús körülmények között meg is halt. A monarchia idején a Magyar Tudományos Akadémiának csak a neve volt magyar. Abszolút Habsburg érdekeket szolgált. Azokat a tudósokat üldözték leginkább, akik a magyar tudomány nagyságát képviselték. Például Bolyai János, a világ egyik legnagyobb matematikusa, a mai napig nem tagja az MTA-nak. Torma Zsófia, az első magyar régésznő sem természetesen, mindketten 48-asok, Habsburg ellenes rebellisek voltak. És mi volt baj a rovásírással?
Hát az, hogy egy elnyomott nép nem lehet nagy. Nem lehet, hogy évszázadok óta írástudó legyen. Pedig Rákóczi is ismerte a rovásírást, úgy, mint a 13. századi erdélyi ferencesek. S mi furcsa, majd Móricz Zsigmond is rovásírással írja szerelméhez a szerelmes leveleket. Hogy került a rovásírás ennyire célpontba? Volt egy Somogyi Antal nevű ember, Kossuth hajdani titkára, utána emigráns, majd a kiegyezés után hazatér, és Tápé képviselője a parlamentben. Vesz Bécsben egy rovásbejegyzéses kódexet, és biztatja képviselő társait, hogy ha látnak ilyet, ő gyűjti, hozzanak neki. Az akadémia ezeket, ugye a monarchia idején is kikiáltja hamisítványnak, egy kis nép nem merjen nagy lenni, de milyen hamisítvány az, amit más-más betűformájú rovással írtak, nem egy személy írta. Somogyi Antal a szegedi könyvtára bízza hagyatékát, az igazgató Somogyi halála után a rovás kódexeket felviteti a padlásra, jön az árvíz és az isteni gondviselés, mert csak a rovás kódexek maradtak meg a padláson a szegedi könyvtárból. A Kossuth Rádió szerkesztője Farkas Adrián szerint 150 évnek kellett eljönnie, és Mandics Györgynek, hogy a rovás krónikákat felfedezzék és elemezzék. 2007-ben a Gondolat kiadó felkérte Mandicsot, írja meg a Rovott múltunk első kötetét, itt van most mind a három kötet. Azonban a magyar nyelvévébe, a rovás enciklopédiára nem kaptak támogatást, így elálltak a kiadástól. Ekkor szerzőnk a régi baráthoz, az aradi kiadóhoz fordult, hogy segítse a könyv megjelenését. Böszörményi Zoltán, az aradi irodalmi jelen igazgatója, saját zsebéből, mellén zsebből szponzorálta a könyv kiadását, mely 2011-ben elnyerte az év legjobb nyelvészeti kutatása díjat. A második és harmadik kötetet a román állam támogatta. 2018-ban került sor a magyar állam szponzorásával a második kiadásra. Itt van. Somogyi Antal gyűjteményének kötetei eddig 6 azt mutatják, hogy van 124 versünk a Balassi Bálint előtti korból. Ebből mutatjuk be most a legrégebbi verseket, és felkérjük a zenekart. Csonka Bogálkát és Major Robertet. Szép a tavasz, de szebb a nyár, de szép a kép a bolyog, mint a föld.
romlik, mint az évek. Mind azt mondja, ki nem tudja, hogy én nem búsulok soha. Elmém bolyog, mint a felhő, hulla könnyen. Az ifjúság sólyom madár, addig víg, míg szabadon jár, addig víg, míg szabadon jár. Jaj, én nékem szegénynek már, szívem víg, örömet nem vár, szívem víg, örömet nem vár. Ha én ezt így tudtam volna, hogy tavasszal nyílik rózsa, hogy tavasszal nyílik rózsa, sohasem búsultam volna, most szívemen bú nem volna, most szívemen bú nem volna. De én ezt nem tudhattam, úgy búsultam, majd megholtam, úgy búsultam, majd megholtam. Búval éltem világomat, az egész ifjúságomat, az egész ifjúságomat. Tavaszi szélvizet áraszt, virágom, virágom. Minden burján társat választ, virágom, virágom. De én immár kit válasszak, virágom. Záhonyi András elkezdi a vetítést, és Mandics György rövid bevezetőt mond. Régi magyar költészet, mint olyan, általában azzal tündököl, hogy nincs. Tehát arról beszélnek, hó, de jó lenne, ha, hó, de jó lenne, ha egyáltalán megmaradt volna valami. És akkor elkezdődnek a spekulációk, hogy hát ha nézzük, biztos, hogy volt nagyon érdekes költészetünk, mert a népköltészet ezt jelzi,
De Arany János azt mondja, mivel a pannoniai ének az egy 8 szótagos szavakból álló leíró vers, valószínű, hogy ilyen volt az egész, a többi is. No, de ez a pannoniai ének, ez mikorról való? Hát ez kérem az 1400-as évek végéről, tehát 1500 előtt, na azt satszolják, hogy valamikor azelőtt néhány évvel esetleg született. Na és addig mi volt? Hát hosszú ideig semmi nem volt, aztán kiderült, hogy van néhány fordítás, de azok mind még ezután következnek, és aztán nagy szerencsére, aztán majd arról szólunk is egy néhány szót, a Magyar Mária Síralom. No hát, akkor abból kiderül, hogy mégiscsak volt, de hova tűnt? És miért tűnt? És akkor fölvetődik az a kérdés, hogy vajon nem-e azért történt mindez, mert csak az maradt meg, mert ezt érdekes módon, ami latinból fordítottak, az szép nagy számban megmaradt, de ezek csak kizárólag a vallásos költészet körébe tartoznak. Menjünk tovább. Van 124 szövegünk, ezt most már tudjuk, 250 szövegből 124 szöveg, ez vers, és amit itt látnak, ez a II. Lajos énekeiből való. II. Lajos, ez az a magyar király, aki tudjuk, hogy Mohácshoz vitte az országot. 15 éves korában csak úgy vitték, úgy juthatott a trónra, hogyha előzőleg megismerte a magyar kultúrát és a magyar történelmet. Készítettek számára egy ilyen királyoknak való rövidített magyar történelmet, kultúrtörténelmet, a magyarok hiedelemvilágáról, isteneiről, stb. Na most ez nagyon szerencsés körülmények között irtozatosan kalandos módon megmaradt, és itt látható ez a halovány kékkel írott, elég rosszul látszó, de az első rész a magyar hitvilágról szól, Kám, főistenről, aki nem is Isten végül is, hanem csak egy ősapa. És az ősapa, akitől leszármazódik mindenki, tehát nix noé, nincs semmi hasonló bibliai vonzata, mint mindazoknak, amit megmaradt, amit tudatosan meghagytak, ezekből semmi nincsen, viszont elkezdődik a Kámmal a magyarok őseinek felsorolása. Akkor halljuk. Igen, most Jegercsik Csaba mondja el Kám fiai és Kám lányai verses szöveget, és a háttérben a II. Lajos énekes könyvének a képei kerülnek vetítésre. Igen. Kám fiai listája. Kamad hevi földin lött, üs Kam ömgyöngy szemibül. Gyöngyi zuvalakam, meg is szerette emű, napsúlyatának lánya. Összeszerekedtenek, hét fiút, megi hét lányt, ilyen soron nemzettek. Előfiú valakus, kit ígyen nevezének, mert születette helyén kiskuti van, kibe Kam uduttön, hogy folhasson. Bugyi vize a rétre. Jó jel mond, e fiú lesz kus, kibül nagy nép árad. Hogy is lött, mert hét fia lött, évilat jó földin, elővala a szár, kitül eredtságnak nemzete. Másodvala Tah Aba, kitül a tahok hada szármott. Harmad volt Sar, aki ia a kangarfa. Negyedvala Kor, kitül a korfa szármott. Ötöd volt Szizák, kitül magyar s hunor nemzete eret. Hatodvala Ab,
kitül Szármik, Abar nemzete. Heted volt Ár, kitül Ered Árfa, mind egyméné. A hét ócsillagról. Kamnak hét fiát tudod, Hajla hét lánya nevét. Elő vala csillogi, hogy mert oly finyes vala, mint menny ragyogó holdja. Másod firat vala, hogy olyan fint áraszt vala, mint áldozatnak tüzé. Harmad vala hoda, kit két okon neveztek így, hogy hold telitül más holdig várta születit anya, emű naplánya. Negyed vala bájaló, mert hogyan szemit nyila, mindet elbájal vala. Ötöd vala szovár, kit azért neveztenek így, mert szovárvány kit szovárt. Hatod tüne volt, nevit arca tünétül vette, ki radzogott napfénykid. Heted neve Kandalött, hogy mert kandallott szeme, déli nap lángja gyanánt. Ez volt az ős lista. Láthatták, hogy a listában az ötödik strófa, ötödikként megjelentek a hunok és a magyarok, mert ők a szűzágon jönnek be ebbe a folyamba, és azt is megláthatják, hogy végig a férfi ágú rokonság mind a vizek módján érkezik, tehát nincsen nép, amelyik nem egy vizet jelképezne. És mi most, ha most visszagondolunk, hogy Attila az mi volt? Hát ma is mondják, hogy Attila az a Volga folyónak a neve, Etil, így a régi térképeken ma is az szerepel. Tehát akkor ez nem volt egy valami nagy kitaláció, hogy valami, egy folyó az valakinek nem csak a neve, hanem egy nép. Minél nagyobb a folyó, annál nagyobb nép csatlakozható hozzá. És a hölgyeknél pedig láttuk, hogy ezek mind csillagok. És akkor ez hogy is van? Hát kérem, ez úgy van, hogy a magyar mitológia az a férfi ágú rokonokat folyóként elhelyezi a földön, a nőket csillagoként a mennybolton. Ezek is heten vannak, azok is heten vannak. Na azt még mondja valaki, hogy a magyarok megkülönböztet diszkrimináció. Na tessék, itt van. Nem volt a magyaroknál diszkrimináció, tökéletes egyensúlyban, és ezt még második Lajosnak is meg kellett tanulnia, mert ő német kultúrájában ilyent nem látott soha, hogy a férfiak és a nők egyenlőek. No hát, most menjünk tovább. Hogyan jelenik meg ugyanez a virágénekekben? Az első legrégebbi virágéneket, akkor Csaba, halljuk. Rózsáról és gyöngyvirá. Piros rózsa pilana, hólevő gyöngyvirágra. Kérdé, miért vagy halovány, zöld erdőnek árjégán. Hideg az árjég szóla, gyöngyös virág rózsára. Nézette im ég arcod, hogy kire nap ragyogott. Rózsa ígyen felele, messze tülünk napképe, és tova tellen marad, minket nem vigasztalhat. Lángvaló orcája ott, felette gyöngyvirágot. Fehér gyöngyvirág rezgen, és hónál rémesebben áhítódik rózsára, és rózsa gyöngyvirágra. Ők nem szerekedhetnek, és még így is egyesek, minten völgyön válóhegy, válottan is, mégis egy. Azon szeren gyöngyvirág, s rózsa összven csatovák, nagy szerelem szellete,
hogy ki lehelletére elegyedtik egymásba virágaik illata. Mi a közös a kettőben? Formailag nyilvánvaló, hogy mindegyik vers hétszótagos. És ez rendkívül szigorúan hétszótagos. Alig van vagy kettő, amelynek apró hibái voltak, amelyeket a másolók okoztak, azáltal, hogy vannak olyan kettős hangzók, meg minden, amivelnek a helyesírásával sok baj volt a régebben is, a helyesírással mindig gondok voltak. És az, ami biztos, hogy ezek mind hetesek. De miért hetesek? Hát, ha megfigyelték, 7 fiú volt, 7 lány volt. 7 a nagyapa volt, 7 ősanya volt. És ehhez mit csatlakozik? Az, hogy akkor az égen is ez a rend, és a földön is ez a rend, akkor miért ne legyen a költészetben is ez a rend? Tehát az írók abban a korban nagyon komoly dolgot végeztek, a nemzetnek a lelkületét kódolták szavakká. Tehát őnekik is követni kellett az ősi rendet. Nem írhatott úgy, megvond, valami átment a fején, és akkor hoppá, ő most ezt leírja. Na, ez a fajta költészet, mint ilyen, nem létezett. Hanem csak az, ami szolgálat volt, és ha ez itt mind hetes rend van, akkor a költő is szépen beállt a sorba, ő is heteseket írogatott. És akkor, ha ezek ilyen hetesek végig, vajon mind ilyen az anyag? Nem. Kiderül, hogy az ősi anyag nem csak ilyenekből áll, hanem hatosok is vannak, és a Dajka Dudol az egyik legérdekesebb ebből a dologból. Lássuk, itt van a Dajka Dudol, most elmondja nekünk, hogy mit dudol a Dajka Csaba. Dajka dúdol. Tóbul garuvíznél hálómat kivetem, mellette a szatrom, minden népen benne. Kutorod bele sok napszárít a halat, temetem jó íltnek, télen ich ne gyűjön. Vági vágod jeget, lékibe nincs hal mind, nyár, ha többet halász, sem vagy kátártátos. Mit nyernél, ha kátár volnál? Lám, földbe le temte zamut is, a mind üdüjék halál. Hogy már halász vagyok, hajón lokom víznél, mint Lué gyotáknál, ki kenéznek kegyes. Hogy gyarnék rajt rétek, színfűvin legelne, szeret vizét inná, hely! Gyöngy élet volna. Ha láttuk, hogy az elsőben a hetesek domináltak, és a hetesek egyfelől szerepelnek egy valamilyen nagyon komoly társadalmi helyzetleírásban, hogy a férfiak ugye vannak egyfelől, a férfi ősök azok folyóként, és a nők azok egyfajta csillagként. Ez sokkal gyakorlatibb és közelibb, itt leírja az életmódot, hogy hogyan élnek az emberek. De itt nincs ebben a hatosban egy hasonló szerelmi költészet, de van, és most abból is elhangzik egy hatos rendszerű szerelmi költészet, ugyanebből a régi korból. Életképzete. Fűszíni réteken baradálok vala, meg is jelene ott a magánvalóság ragyogó tündére. Zola ékes arca, mint töltete holdnak, te is magánvaló helyeket szeretsz, csak szólott, elhallgata. Haj, éltem, feleltem, holt halovány fénye nevetett szemébe. Oly zolsan nevetett, hogy szívem megindult. Szóra nyilott szájam,
kicsinetségemben édes anyám csókolt, megholt, megsirattam, vigasztalt szeretőm. Megszerette csató, hagyott a hűtetlen. Ha én vigasztallak, mondd magánvalóság ragyogó tündére. Mit is felelhettem, mit mondhattam, hanem megvigasztalódom. Nos, itt van a hatszótagú vers. Hasonlóan láthatjuk, hogy van megint egyfajta helyzetleírás, másfelől létezik megint egy szerelmi költészet, amely hatszótagú. Miért van ez a kettőség? Nos, ha az első láthatóan, hogy abból ered a hétszótagúság, hogy hetes előjön mindenütt az ősök számában, az ős atyák, az ős anyák számában, itt vajon miért jelenik meg a hatos? Nos, ha nem lenne ez a szövegünk, a Dajka Dudol, akkor nem tudnánk, hogy kire, mire és hogy vonatkozik. Ezt viszont tudjuk. Ugyanis egy arab utazó, Al-Jahani a neve, 6.-7. században járta a Fekete-tenger fölső részénél végig ezt az egész európai részt. Ő az akkori szkítákat nézegette, és erről írt földrajzi tudósítást. Al-Jahaninak a műve nem maradt meg, viszont megmaradt vagy 6 más arab szerzőnek a művében. Al-Jahaninak ez a része, a művének ez a kicsi része, ugyanis ő azt írta le, hogy a 6.-7. században ő mikor arra járt, akkor ő ott látott egy népet, akit mogyoroknak hívtak. Mit csinálnak ezek a mogyorok? Ezek a mogyorok, leírja, olyan furcsa viselkedésük van, hogy ezt muszáj, hogy ezt az arabok is megtudják, ugyanis az történik, hogy ezek télen lehúzódnak egy tó mellé, a tóba jégbe léket vágnak, és így halásznak. Ezeket a halakat kiszedik, megszárítják, ezeket raktározzák, és ezzel átvészelik az egész telet. Amikor viszont vége van a télnek, írja Al-Jahani, abban a pillanatban a mogyorok, mintha megváltoztak volna, kicserélték volna őket, rohannak, és a folyó mentén, amelyik ebből a tóból ered, fölfele mennek, és megkeresik a nyájakat, megkeresik a lovaikat, megkeresik a teheneiket, mert ezeket ilyenkor vadul kicsapják csak a mezőre, és vadul átvészelik a telet, és mikor vége van a télnek, és lehet őket legeltetni, és a jobbnál jobb legelőkre vezetni, akkor áttérnek erre a második gazdálkodásmódra. Na már most erre a dologra, hogy ez lezajlott, és így zajlott le, ezt a magyarok régen fölfedezték, hogy ezt leírták, csak éppen az volt a baj, hogy azt nem tudták igazolni, hogy a magyarok is, hogy ez tényleg magyarokról van szó, és ez, hogy mondjam, tudjuk, hogy nagyon sok ilyen kutató van, aki csak avval lögdösi az arabusokat, hogy hát ezek az arabok, hát mit tudják ők, hogy az magyar meg, mit jelentenek, milyen magyarokról van szó, ez hát, ha nem a magyarokról van szó. No, mostantól kezdve tudjuk, hogy ez bizony a magyarokról van szó. És még tovább, azt is tudjuk, hogy ezt egy magyar krónika is leírta, csak azt szintén úgy a fenébe eldobták, ezt régi úgy hívják, hogy a Csíki Székely krónika. Ezt most hosszú időkön keresztül nem tudtak semmit, mert nagyon késői példányok és rossz példányok maradtak ránk, de ebben avval kezdődik, majd meg fogják látni mindjárt, hogy 6 nemzetsége van a székelyeknek. Azoknak a székelyeknek, amelyik erre a vidéken járt. És azt is leírják, hogy a folyó mentén járnak télen a déli részén egy tópartján,
és északi részén pedig tovább. Na most milyen folyó mentén? Ha most visszamegyünk az előbbi szövegbe, emel csak ki följebb, igen. Itt most, igen. Nem, ez jól van. Csak nem ezt, nem a rózsára, hanem a dajkát, a dajkát. Dajkában. Igen, a dajka, itt van, hoppá. Tehát a tóból garrú víznél, mi az, hogy garrú? Hát kérem, akkor nem torkolt a víz, hanem garatolt. Tehát tóból garrú víznél a tóból ömlő vizet, azt így fejezték ki abban a korban. És akkor menjünk tovább, és mondja tovább, menjünk tovább még egy kicsit. Hely, azt mondja, hajón járnál, hogy gyarnék rajt étek, színfüvél legelne, a szeret vizét inná. Hol van ez a szeret, kérem? Szeret ma Romániában van, Székelyföldnek a túloldalán, ott, ahol a híres nevezetes csángók laknak. Bizony, ott van a szeret vizét inná, tehát pontosan ugyanaz a leírás, amit Al-Jahani meghagyott, ugyanaz, amit a Csíki-Székely krónika leírt, Csíki-Székely krónika is ugyanezt mondta, és Sánta Attila, aki most ezzel foglalkozik, és teljes revízióját követeli, ő csak azt nem tudta bizonyítani, hogy ezek 1700 előtt létezett. Hajhaj, de még mennyire létezett? Ez az Al-Jahanitól tudjuk, hogy ezek a sorok, ezek nem születhettek, csak Al-Jahani olyan, ahol Al-Jahani kortárs volt. Tehát ez 6.-7. század, úgy finoman, tehát legalább a 6.-7. századból kellett származon ez a vers, ahhoz, hogy ez a szöveg leírhassa. Máskülönben csak az a lehetőség van, hogy esetleg arab kellett legyen az illető, vagy egy arab-magyar, aki, hogy mondjam, a későbbi korban is hozzájutott ehhez a szöveghez. Máskülönben nem megy. Ha nem akarunk csodákról beszélni, hogy véletlenül valami nagy csodálatos találkozás van, akkor itt az egyik nagy kulcspont. Na már most mondtam, hogy 6-os, mert 6 ősük volt, és kinek volt még 6 őse? Hát nem fogják elhinni, a hunoknak. A hunoknak 6-os rendszerük volt, nem 7-es. A hunoknál 6 vezér volt, azok származtak, ők hadnagyokat írnak a magyar krónikák, hogy a hunoknak 6 hadnagya volt, és mellette volt egy 7., aki nem volt vezér, az volt a kátár. Hoppá, ki az a kátár? Ha följebb megyünk egy pillanatra a szövegben, ezt mondja, hogy fölbe mindig, még egy, itt van, tessék, kátár, ott az előbb, hoppá, az előbb, vissza. Na. Az előbb ott volt. Itt van. Nem mozdítja, itt van a kátár. Ott van a kátártáltos. Tehát a kátártáltos a húnoknak a főtáltosa itt van. Tehát a kátártáltosnak nem kellett halászni, ő, ha csak intett, oda jöttek a halak. De hát, ha te nem vagy kátártáltos, akkor neked halásznod kell, mondja a Székely, furfangos Székely. Hát milyen jó lenne nekem, és ha én kátár lennék, akkor csak oda hívnám a halakat, és akkor mindig nem kéne sose halásznom. Na de viszont, ha nem vagyok kátártáltos, akkor ennyi. És utána, ugye... A zamu, az egy másik táltos. Zamu, az már nem halhatatlan, hanem az is meghal. Tehát a táltosok is meghalnak végül is, és az ősök viszont ebben a világban élnek. Viszont, tehát a 6-os rendszerben a másik, a 6, azok végig ezt a két rendszer most itt találkozik. Tehát egyfelől tehát volnak a 7-esek, amelyek valószínűleg, tehát azt a vonalat követik, amit Árpád népe is követ, mert tudjuk, hogy ők is hét törzsel jöttek be, és ezt a vonalat követik. És voltak mások, akik nem akkor jöttek be, mikor Árpád, hanem már itt voltak azok a székelyek. A székelyek azok a 6-osok, akik
a hunok maradékai. A hunok maradék úgy, ahogy ezt ők vallották, de senki nem akarja elvinni nekik. No hát, ha így van ez a kettős rendszer, akkor most lássuk, hogy ez a rendszer hogy megy tovább, de mielőtt tovább menne, halljunk egy kis zenét pihentetőről. Magos kősziklának oldalából nyílik a szerelem orvosa. Ki az én szívemet, gyenge termetemet mindenkor megújítja. Aki a szerelmet sohasem próbálta, csak álomnak állítja. Valameddig élek, mindaddig óhajtlak, én szerelmem tégedet. Noha most elhagylak, de szívembe írtam azt te ékes nevedet. Nagy homályba szívem, síralomba lelkem, míg nem látlak tégedet. Tégedet szívem, hozzám hűségedben, sok ideig megtartsom. De tégedet szívem, hozzám hűségedben, sok ideig megtartsom.
Hát egy költészet, amely csak 6 és 7 szótagú versekből állna, az eléggé szomorú és lapos lenne, mert nem lenne semmiféle variációs lehetőség. Tehát az első szabály, amelyik a bővítés fele mutat, az az, ahol ezeket a rendszereket, amik már kialakultak egyszer, és jól működnek, a 7-est és a 6-ost, először megkétszerezik, aztán megháromszorozzák, aztán pedig egymással kombinálják. Ez a szabály, amit az ember rögtön átlát, hogy ez működik, de hogy ez tényleg így működik, azt most megnézzük. Itt van például a magyarok elindulása fűszíne völgyből, ez a Cicero kódexben jelent meg, ez az a bizonyos, amit a padlásra menekítettek, és ez volt az első, ami a kezébe került Somogyi Antalnak. Na, ennek ez egy hosszú, ez egy én ezt kaukázusi éposznak neveztem, mert majdnem 300 soros ez a mű. Az első, melyik 14-esekbe íródott. Miért? Mert a végén meg is mondja a szerző. A 265 sorok. E mondékokat dúdoltam 14-es szerbe, ki vagyon őskám 14 fia tisztségére. Mert vala 7 fia és 7 lánya őskamnak, hogy kiről a hegedősök sok jó éneket tudnak. Így mondja Vajda nemzeti Zalai Péter Deák. Ennek a nevét is tudjuk, és azt is tudjuk, hogy ő a Zalából származik, ami későbbiekben nagyon fontos, mert kiderül, hogy ott nagyon sok minden megmozdult ebben a helyiségben, mert a szerémségből származott. Janus Pannonius, és az később ő vette át az uralmat ez a társaság fölött, és ő vált a szellemi mentorukká, és ezek aztán végig szerepelnek a zalaiak ebben az egész költői felvonulásban. A másikat, a székelyek 6 fő nemzetségei, az a Pufendorf kódexben található, így néz ki, így néz ki a szöveg, és akkor mutasd a szöveget, igen. Ezt mondja, székelyeknek 6 fő nemzete vagyon. Adorján, Smegyes, Jenyő, osztán Halom, meg Zabrán, s végre Örlőc a 6 neve, mely igaz székelyeknél nincs elfeledve. E 6 fő nemzet mind Hunortul származott. Attila Kira királlal sokat hadakozott. Tehát nem azt jelenti, hogy vele hadakoztak, úgyhogy ellene, hanem vele. Tehát ők voltak a fő segítői Attila királynak. Holtakor Erdélybe állatta székhelyét, tehát állatta az azt jelenti, hogy oda állította a székhelyét, ez olyan értelemben van. Él is mind mostanig nyugalomban itt. Hát akkor még a románokról nem tudtak, mikor ezt írták. Nagy bőséggel vagyon, Erdeje szántója, aranya ezüstje, sóvize jóbora. Figyeljék meg, nem só, sóvíz, a sóvizet használták, mielőtt elkezdődött volna a só bányá, azt már bányászati technikát kíván. Előtte mit csináltak? A sós forrást használták a főzéshez. Ma már innen nem is gondolunk, hogy milyen óriási dolog volt, hogy a sót, addig csak sóvízük volt. Sóvízzel avval kenték, és öntözték meg az ételt. Tehát volt aranya, ezüstje, sóvize, jóbora, ökre juha, lova, s ami jó minden, más magam úgy találtam ott lakván helyben, kik Mátyás, hoppá, itt van, ha ez a Mátyás nem lenne itt, ez a szórend és ez a szöveg egészen idáig, ez az 1300-as évekre utalna, minden szó az összes teszben, mert mindenféle szótárban 1300 előtt van. Ez a nagy kérdés, hogy ez a Mátyás, az a Mátyás, vagy nem az a Mátyás? Mert ha az a Mátyás, akkor azt jelenti, hogy ennek a szövegnek minimum
1456 után kellett történjen, mert 57-ben lett Mátyás az király, és 1490, tehát ez egész ebben a periódusban élt. Tehát akkor a vers valószínűleg ebből a korból származik. Ha ez a Mátyás nem az a Mátyás, hanem egy másik Mátyás, akkor lehet, hogy ez is az 1300-as évekből való. Na már most ezzel a technikával, hogy megnézzük minden szó, hogy mikorról származik, és elkészítünk egy ilyen táblázatot, matematikusként nem tudom másként mondani, mint egy mátrixot. Tehát ezek a mátrixok, amelyeket minden versre, minden szakára elkészíthetők, pontosan kiolvasható, hogy mikorról való ez az adott szöveg. És akkor ebből kiderül, hogy az a 7. századi és a 6. századi, meg 5. századi dolgoknál nem tudjuk ezt alkalmazni, azért nem, mert nincsen szóanyagunk, ami megmaradt volna. Ezért azoknál a történelmi nevek, azok adják az irányt, és ha ott voltak az a hét vezér, amit az elején szerepeltek, azok tudjuk, hogy azok kik pontosan, ezek egyfelől az avarok, másik, a hunok, a magyarok, a besenyők, ezek egy helyen mikor voltak, akkorról származik ez a szöveg. Tehát ez azt jelenti, hogy ez a szöveg, az első, a hetesek, azok a Közép-Ázsiából származtak, és valamikor talán a második, harmadik századból, talán később. Minden esetre szerepel benne a kor népe. A kor népe az más szövegekből teljesen világosá válik, hogy az a Khorezmnek nevezett dolog, egy közép-ázsiai város, amit aztán a homok betemetett, és a későbbiek már nem is tudták, hogy létezik, ezt a szovjet régészt ásta ki az 50-es években, addig a homok alatt volt, fogalma nem volt senkinek, hogy egy város volt, és bizony az ősi Khorezm című könyv az egy kulcsfontosságú ebből a szempontból, tehát az azt jelenti, hogy ez akkorról való. És a másik, ez pedig, tehát az 7. század, és ezek a szövegek, az első vers, az is 1372-re datálható, és a másik, mind a két vers 1372-nél nem lehet későbbi, mert akkorról való minden szó, tehát ezek ebből a korszakból származnak. Na hát, ha így van, akkor most megnézzük, hogy akkor... Ne. Igen. Nem igaz. Mondjad. Lássuk a Mária síralom. Csak egy pillantást vettünk rá. Ó, magyar Mária síralom, azt tudjuk, hogy valamikor 1300 környékéről származik, a Lővenben találtak egy kódexet, és abban néhány sor található egy magyar himnuszfordítás. Na már most az érdekessége az volt, hogy ebben az egyedüli jó és jól mondható sorok azok, amelyek síralommal sepedek, búval asszok epedek, választ világomtól, zsidó fiamtól. Tehát megnézzük, a hetesek és a hatosok azok, amik megjelennek, és ettől teljesen kiakadtak a korabeli magyar költészet kutatói. Hát miért nem nyolcasok? Mert mi az Arany János is más, az arról tudott, hogy az ősi nyolcas, hogy hát ez a magyar. Hát miért nem hetesek, és miért hat? Hát azért, mert mi most már tudjuk, hogy azért, mert mielőtt az ősi nyolcas megjelent volna, és alkalmazták volna, a műköltészet már akkor is hatosokból és hetesekből állt, csak éppen ezeket, hát módszeresen írtották, vagy mit csináltak, minden esetre nem jutott el eddig hozzánk egy se ebből a korból, de viszont ebből sejthető, menjél csak följebb egy kicsit, világ, ez ha itten világnak virága, virágnak virága, keserűen kínzatol, vasszegekkel veretel. A tökéletes sorok mind a hatosról és a hetesre mennek. Mert azt, aki ezt fordította, vagy hogy mondjam, nem, ezek nem pontos fordítások. Ott, ahol őt vezette a
azt, amit ő tud a hatosról és a hetesről, és ami a gyakorlatában volt, azt tökéletesen csinálta. Ott, ahol nem az volt, hanem ott ötösöket kellett volna neki gyártani, amihez nem értett, na hát ott el is tolta, ott döcög a vers, nem megy, nem működik. Tehát a csoda az így működik, hogy ha tudjuk most már a kulcsot, akkor rengeteg zár rögtön kinyílik. És akkor most a zenekar következik. A zenekar következik. Elment a két lány virágot szedni, elindulának, kezdének menni. Egyik a mástól kezdi kérdezni, ki volt az este téged kéretni. Már engem mátkám tizen kérettek, adj jó tanácsot árva fejemnek, hogy a tíz közül melyikhez menjek, hogy virág helyett kórót ne szedjek. A legelsőnek János a neve, annak szívemben megvan szerelme, inkább szeretném őtet kedvembe, ha lépett volna Vénusz kertjébe. Másik Sámuel, azzal én szívem, meg nem nyughatik véle én lelkem. Lám az előtt is legkisebb vétkem, el nem szenvedte ok nélkül nékem. A harmadiknak a neve Zsigmond, ha megharagszik, ő lustának mond. Lészen kezében korbács és dorong, száll a fejemre keserves nagy gond. A negyediknek a neve István, abban az akár, hogy igen hitvány. Ha lefekszik is a jobb oldalán, ő nyugodalmat sohasem talál. Ötödik Péter, az igen fösvény, annak a háza, tudom, hogy sövény. Ha ahhoz megyek, perpatvar lészen, jaj, lészen nékem egész életem. Hatodik Ferenc, bátyja Istvánnak, az sem szereti nyelit ásónak, nem is rossz fia, a sernek bornak, felit se alszak éjszakának. Györgyöt szeretném, az jó játékos, annak ruhája, tudom, aranyos. Paripája van, 60 talléros, a konyháján is mindenkor zsíros. Gábort szeretem, mert nem utolsó, látom kezében van boros korsó, a szép lányokkal igen játszandó, és azok után igen haldósó. Kilencedik András kihűségesen szedte hálóját, hogy megfoghassa kedves galambját, régen óhajtja kedves galambját. Tizedik Mihály, most is óhajtom, vélem tett jókért, meg is síratom, mert ő volt nékem igaz gyámolom, ő szép szemét magamnak tartom. Nézd ezt a kórót, levele sárga, földre hullott már régen virága. Nézd szét a réten, ezer virágnő, bármire vágynál, van abból száz tő.
az eddigiek, most már láthatjuk, hogy ugye egyszerűen az, hogy szimmetrikusan megduplázták a dolgokat, azzal már a költészet hatalmas dolgokra lett képes, egész új és új forma nyílt meg. Még inkább megnyílt, hogyha ezt a formát nem külön a hatosokat és a heteseket, hanem egymással kezdték a két formát kombinálni. Na most a hatas és a hetes kombinációnak az eredménye, az előbb láthattuk az eredetiét, mert itt van, ez az Erdélyről szóló vers. Ez a vers volt az, amit a Gizike is említette, hogy Fadrusz fölírta ezt a verset egy szobor, a Tihutum szobornak a talapzatára. És a Tar Mihály mivel ezt elkövette, Tar Mihályt teljesen tönkretették, meghurcolták, csalónak bélyegezték, és így tovább, és így tovább. És szegény Fadrusz, az pedig, mivel nem volt hajlandó az akadémián aláírni egy nyilatkozatot, ezt, akit érdekel, ahogy én megkaptam, én is végigmentem az jegyzőkönyveken, meg lehet látni, hogy az történt, hogy végül is, mivel nem írta alá, a könyvet kinyomtatták, és benne az szerepelt, hogy mindenki az akadémiának egyértelműen igazat adott, és hogy Fadrusz is igazat adott, aki bent volt a bizottságban. De mivel Fadrusz ezt nem volt hajlandó aláírni, a könyv ki volt nyomtatva, nem jelenhetett meg. Ezt fél évig húzták, fél év után hirtelen Fadrusz megbetegedett, egy orvos hirtelen kijelentette, hogy ennek tüdőbaja van, semmit nem rajta segíteni. Össze-vissza kezdték kezelni, és mikor meghalt, aznap aláírta az akadémia, kiadta a könyvet. Aznap az akadémia hozott egy hatalmas nagy koszorút, és ezzel be volt fejezve a történet. Ez az a híres Erdély vers, ez 902-ben történt, kérem, nem is olyan nagy távolságban tőlünk, és hát azóta láttunk már ilyeneket. Hallgassuk meg ezt a verset, akkor Csaba elmondja a verset most. Erdélyről. Hallgass, fiam, öreg hegedűstűr reget, Erdélyről szól az ének, magyarok nagy régen Szkítia közében akartak. Eredének 108 ágon ültek, Döntönél, de onat is, együtt felkelnének. Hogy Turul Imtire álmos főnk is mondta, nem ez a Helenk, ott van, Attila örökiben, nagy legeled bűviben, havas hegyeken túlnan, kirül taltosok túl, szép apáitok túl, hallottatok mendanyan. Megindulnak Turul vezette Tuhutum hadai, megérkezék hallott szép atyától, nagy havas aljárul, ahol a völben a szék. Kiben maradának, népi ő ágának, hugyan a hun távozék. Több mégis a régi Szkítiát is kéri, hunnan ajtongyüt vala, azért, hogy hegyeken át kele népivel elej így szólala. Keressünk mű águnk, népit, kit mondásuk, javasolták volt vala. Ág elei legott indulnak rokonok ősi székhelyeibe, bizony, mert lelik ott szép rokonaikot, maradtak egyvégibe, nevez Tuhutumot fővajdának legott, mindek nagy örültire. Mind szereti vala, erős vitéz faja, mind védheti jó hada igen sok, nagy népe vala ezen képen, lőn erdéli fővajda, ki tízbe utána mindig maradéka, örök levön eljuta, kiből láthat. Mind itt erős maga felit, szét el nem eresztéli azért, egyességben vagyon is, épségben, külcsüned erdő eli, országnak mind népi, lád, nem üzi senki, biromában helesli. Igen.
Tehát láthatjuk, hogy ez egy rendkívül érdekes forma lett az első teljesen lineáris szövegekből. Láthatjuk, hogy 2-6-os, 1-7-es, 2-6-os, 1-7-es, 2-6-os, 1-7-es. Hát kérem, aki ezt most megnézi, hogy ez miféle, akkor tessék elhallgatni ezt, hogy vitézek, mi lehet ez éles föld felett. Szebb dolog a végeknél. Balassi, kérem, ez a balassi strófa, szegről, végről, töviről, hegyire, csak nem olyan gurulós, nem olyan tökéletes. De hát, hogy mondjam, nem az égből pottyant a balassi strófa, hanem annak egy előzménye volt. Ez a vers valamikor 1450 és 1460-70 között született, arra tehető, tehát akkor ez alatt a 100 év alatt, ameddig Balassi jött, lényegében ezen edzették már a körmüket a jó költők, és ugyan ez a fajta versforma, hogy van egy hármas egységekből álló rész, amelyek egymással rímelnek, és akkor azok a közbülső részek, azok mindig egymással rímelnek. No, hát ezt a forma, ez teljesen népi lett. Ilyen, olyan híres, hasonló dolgok vannak benne, mint a mennyből az angyal lejött hozzátok, pásztorok, pásztorok, míg Betlehembe sietve, mert ugyanaz. Ez ugyanaz, tehát az élet, tehát a költészet az így születik. Ki valaki kiadja egy formát, ha ez a forma működik, akkor ezt a formát átveszik, és tovább gyöngyözik, és ebből lesz a költészet maga. Itt most önök jelen voltak egy furcsa, mondjuk így, lélekidézésnél. Mert ugye az történt, hogy itt most mi látjuk megint, mint a Betlehemben a jászolt. Innen ebből a jászolból született a magyar költészet. És akár ott mindenki csak reménykedett abban, hogy abból egyszer nagy dolog lesz, hát mi is reménykedjünk abban, hogy ez sem pusztul el 33 év múlva, és főként, hogy nem fogják keresztre szegezni még egyszer a magyar, középkori magyar költészetünket, hanem áttörünk, és köszönöm a figyelmüket, hogy jelen voltak, és emlékezzenek erre a szép napra ezekkel a gondolatokkal. Köszönöm.